Ami itt a lényeges, és azt gondolom, hogy ez évek óta probléma, és évekig, hosszú évekig még probléma lesz, ez a generációváltás. Hogy ezek az emberek hogy tudják átadni a, a cégüket, a vagyonukat, a cégek irányítását, vezetését a gyermekeiknek, sőt, most már azt látjuk, az unokáiknak uh -huh. is. Mert, Mert jellemzően ma... családban marad? Hát. Az lenne a jó. Az lenne a jó. Hát Németországban, Ausztriában, Franciaországban a családi cégek, és itt ne garázs cégekre Igen. gondoljunk, hanem itt multinacionális cégek is családi tulajdonban vannak. Tehát ezek a cégek jelentik a gazdaság gerincét. Magyarországon sajnos nem így van, mert Magyarországon a gazdaság gerincét a multik jelentik. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Szakonyi Péter újságírót, szerbusz. Jó reggelt, vagy jó napot, már egyebben azt mondanám. <laughs> egy olyan korszakban, amikor azért mindenki egy kicsit attól tart, hogy az elszegényed, ez is fenyegeti, lehet, hogy egy picit provokatívnak tűnik a téma, hogy a száz leggazdagabb magyarról szeretnénk beszélni. Ugyanakkor azért fontos, hogy egyrészt fontos, hogy legyenek gazdagok, akik mégiscsak tudják vinni egy országnak a gazdaságát. Másrészt azt is talán, hogy milyen alapon mérik a gazdagságukat, és mivel a száz leggazdagabb magyar kiadványt már majdnem negyed évszázada kezdted el először, ezért a te véleményedre vagyok kíváncsi, hogy amikor ezt olvassuk, akkor mire kell gondolni, hogyan kezdtek ahhoz hozzá, hogy kit kell egyáltalán vizsgálni, milyen, alap, milyen alapon kell vizsgálni, és hogyan jutnak el sokan arra a pontra, hogy fölkerüljenek erre a listára. Nagyon furcsa dolog, amit a kezdet kezdetén, tehát 2002-ben, amikor indítottuk a Száz leggazdagabb magyar ö, kiadását, akkor is láttuk, és sajnos ez érdekes módon ez nem változott meg, hogy a szegénységkutatással nagyon sok szociológus, kutató, elemző foglalkozik. A gazdagok ö, Kutatás pedig nagyon kevesen. Vagy egy kicsit senki. olyan, mint a boldogság kutatás, hogy mindenki azt néz, hogy mitől boldogtalan, de végre valaki jött, aki a boldogságot kezdte el kutatni. Igen, ez egy jó, ez egy jó hasonlat, vagy egy jó párhuzam, amit mondasz. Amikor 2002-ben kezdtük a kutatást, akkor nagyon, a mai szempontból nézve nagyon nehéz dolgunk volt hiszen akkor nem voltak még elektronikus formában elérhető cégnyilvántartások, cégadatok, tehát akkor, hogy úgy mondjam, milyen kézműves módon készült a száz leggazdagabb. Tehát mentetek ki a diktafonnal, és különböző interjúkat készítettetek, és Igen, és próbáltatok felmérni. Hát néztük, hogy mi jelentik meg a sajtóba, meg hát hogy gazdasági újságíróként azért ismertük a gazdasági elitet hogy ennek egy jelentős részét kollégáimmal az akkori magyar írlap gazdasági rovata, a, tényleg az ország legjobb ö, ö, munkatársait, újságíróit gyűjtötte össze. Tehát ilyen szempontból ö, a humán erőforrás, így Azt szokták most mondani, rád. az rendelkezésre állt. És az a szerencsénk, hogy... Ö, az akkor kidolgozott alapelvek ma is működnek. Tehát Pedig akkor ez még ugye a, a rendszerváltás után nem olyan nagyon sokkal történt, tehát egy tíz évvel később, és uh, nehéz volt talán uh, akkor a gazdagságnak a fogalmát is egy kicsit helyre tenni, nem annyi év szocializmus után, hogy um, hogyan lehet uh, mondjuk a napi betevőn kívül is még gondolkodni um, abba, hogy az ember mit keressen meg. Érdekes, ellentmondásos helyzet volt akkor. Nagyon sokan, ahogy mondod, még a szocializmusban nevelkedtünk, ott lettünk újságírók, és ismertük azt a kört, azt a szélesebb vagy szűkebb gazdasági elitet, aki az ország életében meghatározó volt. Ezeknek egy jelentős része még a szocializmusban indult, tehát a 80-as évek második felébe mondok itt két példát, Széles Gábor, aki ugye most is szerepel a százas listán, az első tízben, ugye ő is a 80-as évek közepén végén indította a, a cégeit, vagy Kapoi László például, aki ipari miniszter is volt, vagy Bolyár Gábor, aki a Grafisoftnak volt az alapítója, és akkor indította a céget. Tehát volt egy ilyen jó kiinduló pont. Uh -huh. Két szerkesztő kollégám, Emőt Pál és Kocsi Ilona segítségével, illetve velük együtt dolgoztuk ki azt az értékelési szempontot, amit ma is követünk, és igazán hálás vagyok nekik, mert ők a magyar gazdasági újságírás legjobb hagyományait követték, és, és a legprofibbak voltak, és szerencsére olyan dolgoztunk ki, ami most is működik. És az azért fontos, mert azt nem lehet csinálni egy gazdagságkutatásnál, hogy egyszer ebből az alapból igen, indulok igen. ki, aztán öt év múlva azt gondolom, hogy tényleg egy másik jobb lenne jobban tükrözni a valóságot, és akkor váltok. Ezt nem lehetne, mert akkor azzal buharálnánk a valóságot, vagy. Nem, mert akkor, vagy akkor, akkor. Akkor az almát a körtéhez hasonlítanánk. Igen. Egy, egy kicsit egyébként ugye a szocializmusból jövő nekem még mindig így tűnik, hogy az almát a körtéhez kezdtétek el eredetileg hasonlítani. Hát akkor még igen, és hát nagyon sok buktató volt, nagyon sokat tévettünk, nagyon sokat hibáztunk. De a módszer akkor is jó, csak jobban kell. Követni. Hát a közben ez is fejlődött. Igen. Tehát tehát 23. kiadás jelenik meg a Száz Leggazdagabbnak idén májusban, és, és azt tudom már, és hogy, hogy körülbelül milyen keretek között uh -huh. dolgozunk, kik lehetnek benne, kik eshetnek ki az ideiből, és kik azok, akik új jelentkezőként vagy új résztvevőként megjelenhetnek a Száz Leggazdagabb Magyar listáján. Hangsúlyozom ugyanakkor, hogy akkor is és most is egy konzervatív értékelést tartottunk célra vezetőnek. Tehát Ami általában az Az azt jelenti, hogy inkább a. Tehát van egy. Van egy tólig ig határ, amire az ember belővi valakinek a vagyonát. Mi általában ennek mindig az alsó részét vett, a legalsó szintjét vettük. Tehát így konzervatív, hogy nem akar túl... Nem célön? akarunk így pontosan. Inkább legyen kicsit, kicsit visszafogott, kevesebb. inkább legyen egy kicsit kevesebb, amit néhányan szóvá is tettek a, a, a résztvevők közül az idők során, de ne essünk abba a túlzásba, hogy hogy légvárat... Igen. értékelünk. Mennyire látod mozgás képesnek a magyar társadalmat, hogy mennyire tudnak fölcsatlakozni erre a listára újabb nevek, újabb területek, ahol ö, gazdagságra lehet szert tenni? Egy számot mondok, amiből azért következtetéseket lehet levonni. A 2002-es első kiadás és a 2022-es, vagyis a tavalyi, most már mondhatom, hogy tavalyi, Igen. mert pár nappal most már 23-ban vagyunk, tehát a tavalyi kiadás között az átfedés mindössze 16 ember. Tehát a százból, a kiinduló százból 16-an maradtak a 2022-esre. És ez a krízisnek köszönhető, vagy azért ezt azt mondod, hogy ez máskor is előfordul? Nem, hát ez egyszerű, hogy úgy mondjam, gerontológiai megközelítés. Ja, értem. Tehát, hogy kiöregettek azok... belőle? <laughs> nagyon sokan igen. Nagyon sokan igen, hiszen az a lista, ami 2000... Nyugdíjba vonultak, úgy értem. Hát igen, hát igen. azok 40-es, az akkori 40-es, 50-es éveket, ö, éveiket taposták. Ma már eltelt több mint 20 év. Igen. Tehát nyugdíj. Van egyébként érdekes módon néhány olyan idézőjelben azt mondom, őstulok, és elnézést kérek tőlük, akik most 80 év fölött, van 80 év fölött, reggel nyolckor vannak az irodába, és ők intézik a cégeik ügyét. Tehát, ti olyanokat nem vizsgáltok, aki már ebből, mint nyugdíjból él, hanem aktívan, akik részt vesznek még a vagyonuk gyarapításában? Igen, de hát száz százalékig azt se tud ő visszavonulni, aki azt mondja, hogy a nyugdíjas szelvényeimet igen. Babdosom, mert azt mondja, mert ismerünk ilyenek, azt mondja, igen, igen, hát én nyugdíjba vonultam, de azért ezt az irodaházat még megveszem, ebbe a, az üzletbe beszállok. Hát mert ugye a gondolkodás nem áll lenne. Hát ez, és ezt tartja őket életben, ezt tartja frissen őket. Ami itt a lényeges, és azt gondolom, hogy ez évek óta probléma, és évekig, hosszú évekig még probléma lesz ez a generációváltás. Hogy ezek az emberek hogy tudják átadni a, a cégüket, a vagyonukat, a cégek irányítását, vezetését a gyermekeiknek, sőt, most már azt látjuk az unokáiknak uh -huh. is. Mert, Mert jellemzően ma... családban marad? Hát az lenne a jó. Az lenne a jó. Hát Németországban, Ausztriában, Franciaországban a családi cégek, és itt ne garázs cégekre Igen. gondoljunk, hanem itt multinacionális cégek is családi tulajdonban vannak. Tehát ezek a cégek jelentik a gazdaság gerincét. Magyarországon sajnos nem így van, mert Magyarországon a gazdaság gerincét a multik jelentik. Uhum. Ezek a cégek, ezek a családi cégeknél pedig a legnagyobb kihívása a probléma, hogy a gyerek unoka átveszi ha átveszi, tudja-e irányítani, és ha átveszi és irányítja, tudja-e gyarapítani. Na és mi a tapasztalatotok? Nagyon nehéz. Nagyon nagy a probléma. Az egyik legnagyobb problémája ma szerintem a magyar gazdaságnak az, hogy ez nem működik. És szerinted ennek mi az oka? Bár ez nem tartozik a gazdagodáshoz szorosan, de talán mégis. Hát egy, van egy szemléletbeli, és van egy törvényi, tehát egy jogszabályi ö, ö, probléma. A szemléletbeli az, hogy a fiatalok, és nem csak Magyarországon, tehát nem szeretném Igen. csak a magyar fiatalokat kárhoztatni emiatt, ö, azt látták, és a leggazdagabbak gyermekei is ezt látják, hogy a papa elment reggel hétkor, és este tízkor hazajött, hétvégeken tárgyalt, utazott, stb. És ki akar ilyen életet, igaz? És ki, úgy, ahogy mondod. Sőt, ismerek olyan családot is, ahol a papa miután meghalt, a gyerek az mindennel szakítani akart, amit a papa jelentett, egész egyszerűen azért, mert azt mondta, hogy nekem nem volt apám. És ő szeretne a saját gyerekeinek más. És ő két. szeretne más, és elkezdi szórni a pénzt, felélni a vagyon, ő nem akarja ezt a típusú életet élni. Hát ehhez akkor egy társadalomkutatót fogunk írni, legközelebb, Igen, el, hogy egyébként ez, hogy az roppant működik. érdekesen, vannak is, tehát vannak is társadal, a Laki Mihály például, ő, több művébe foglalkozott, vagy Kolosi Tamás, aki egyébként szintén szerepel a száz leggazdagabb listáján társadalomkutatóként, de ugye neki egy nagy könyvkiadó, könyvkereskedelmi cége van, tehát ők is foglalkoztak ezzel, mert roppant érdekes a téma, Nagyon, tehát igen. erről Erről azért hosszan lehetne beszélni, hogy mi működik, mi nem működik, mi, miért működik és mi, miért nem működik. Hát igazából az amerikai celebb világból is azt látjuk, hogy annyira nem működik, mert ott is sokszor felélik az örökösök a vagyont. Legalábbis azok, akikről hallunk. Igen, és jó lenne, a tavalyi számba is egy, egy nagyon nagy cikket közöltünk arról, hogy mik a sikeres, hogy példát mutassunk. Ennek a kiadványnak, amit van szerencsém 2002 óta csinálni, pontosan az egyik lényege az, legalábbis számomra, nem csak az, hogy megnézzük, hogy mennyi van a, a bukszába, hanem az, hogy mutassunk sikersztorikat. Tehát itt abszolút nem arról van szó, hogy most itt irítséget akartok generálni. Az úgy is vezet... van. A magyar társadalom egy sárga faktorban azt hiszem, hogy Európa vezető helyén van. Jó, tehát akkor ez a kiadvány teljesen más cél szolgál, és a szemléletetek is egészen más cél szolgál. Nem tudom, hogy ez mennyire jön át eddig átjön, csak én a tisztába akartam tenni, mivel részemről legalábbis először beszélünk erre a, erről a témáról, és kicsit talán túl sok szempontból akarom megközelíteni így elsőre, de ugye, nem akartam, hogy csak a provokációnak az érzése maradjon fent a hallgatóban. Nyugodtan, a provokáció, mi bármivel lehet provokálni, tényleg, mert én azt gondolom, hogy elég ütésálló vagyok az elmúlt 20 évben, 25 évben ahhoz, hogy hogy nincs, nem nagyon van olyan kérdés, amire, amivel már elnézést, hogy ilyen nagyképű vagyok, amivel zavarba lehet hozni, hiszen már. már mindent sok... mindent ha... Nem mindent hallottál. Majd minden, nem minden, ma mai nem minden, de hát, de tényleg ez és ezt e, e, halálosan, komolyan mondom, és éppen azért a szerkesztés e, e, ehhez igazodott, hogy a sikersztorikat mutassuk. Minden évben, tehát nem arról van szó, mint más kiadványok esetében, hogy valakinek a nevét oda teszik, leírják, hogy honnan indult, miből csinált pénzt, és ennyi. Mi minden évben, mindenkivel, akivel lehet, találkozunk, és meghallgatjuk, hogy tessék mondani, az elmúlt év, hogy sikerült. Így. És hmm. ők nem félnek az irítségtől, szívesen beszélgetnek veletek? Megszokták az irítséget. Az irítségnek egyébként nagyon sok szintje van. Emlékezetes volt, csak példaként mondom ezt el, az egyik vidéki milliárdosnál voltam, hatalmas, gyönyörű nagy gyárai vannak, végigárkáltuk a gyárat, végignéztük, nagyon büszke volt rá, én is büszke voltam, hogy egy magyar régi magyar márkát életben tart, stb. stb kifelé mentünk, és oda kikísért a, az autómhoz, és akkor azt mondja, tudod mire, irigyek itt az alkalmazottaim? Nem, hát a gyár, miért? nem. Erre is rámutatott egy A6-os, Audi 6-osra. Erre. A és gyár mellett. Ott állt a parkolóba. Mondom, hát és miért? Azért, mert össze tudja hasonlítani a saját Suzuki-jával. a gyárt ugye nem tudja, mivel összehasonlítani. Hát az már túl megy az emberek fantáziáján, Meg a, hogy a 101 milliárd, 100 millió, az emberek nagy része 10-20 millió forint fölött nem igazán tudja a az összegeket elképzelni. Ne, nagyon nehéz is, tehát nem kárhoztatom őket Meg emiatt. hát az, hogy mennyi munkával jár mondjuk valamiből valami többet csinálni. Igen, de azt látja, hogy ott áll az, de az én... Autót látja. Ö, leharcol suzuki és mellette ott áll az Igen. ő hatos audi ami hát valljuk be, azért egy nem, egy luxus, <sítható> nem egy luxus autó. Igen. Több milliárdos van, ismerek, akik itthon nagyon szolid régi autóval járnak, mert nem akarják, hogy az irítséget eszkeltsen. Viszont külföldön, ahol mondjuk házuk, lakásuk, nyaralójuk van, oda megveszik a legújabb kábriót, és azzal furikáznak, mert ott, ott az megosség. nem annyira, és ott nincs, biztos ott is van irítség, de ott nem annyira feltűnő. Meg nem annyira érzékelik egy másik Biztos, biztos, biztos bár egy barátom van. Londonban mondta, hogy a, egy, egy rolls royce járt, tehát egy viszonylag, de eladta, mert leköpték az utcán. <laughs> <laughs> Mármint a kocsit, nem őt. <gül> <gül> Igazából majdnem mindegy, mert ez de így majdnem elég mindegy, szörnyű. Igen. Így van, így van. Tehát akkor mik azok a szempontok, amik alapján ti vizsgáltok, amik meg is maradtak, mert nagyon beváltak? K két dolog. Az egyik az, hogy Mennyire transzparens a vállalat, a cég, a vagyon. Ö, a, hiszen az emberek, és mi is, csak azt tudjuk figyelembe venni, ami látható, ami követhető. Nagyon jó, most már van ugye elektronikus cégnyilvántartás, abban minden szám benne van, tehát hogyha az ember nekilát, és ezeket bogarásza akkor akkor ö, tud egy jó kiinduló pontot. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy mi a tény, és mi a feltételezés. A tény az, mondjuk, ha valakinek van egy nagy irodaháza, és az irodaházat megveszi tőle valaki, egy cég vagy valami, és fizet érte x milliárd forintot. Az tény. Minden egyéb, ami ezen kívül van, az feltételezés és becslés most mi van ezen kívül? Hogy érted? Hát úgy értem, hogy, hogy valaki azt... úgy többnek gazdagnak nézi, vagy? Nem, nagyon egyszerű. Tehát az, hogy mondok egy példát, tehát mondjuk valakinek a vagyona áll egy cég vagyomból, van egy ingatlan vagyona mondjuk, és vannak befektetései. Vannak ezek kívül műkincsei, készpénze, stb. Ezt Kellene, Ezt a széles skálát kéne megbecsülni, hogy ez mennyit ér. A cég vagyont azt, azt nagyjából ki lehet mutatni. Vannak olyan számítások, amik viszont eléggé, hogy úgy mondjam, mesterségesek. Mert azt mondják, és ez az esetek többségében így van: azt mondják, hogy ez a cégnek az ebidája, tehát a adók, hiteltörlesztés, sen kívül itt az a nettó eredménye a cégnek, mondjuk egy millió forint. De én cég cégvagyont értékelek, tehát azt mondom, hogy mondjuk ez egy cég, és egy 8 nyolcszoros szorzót teszek mellé. Tehát akkor ez nem egy millió, amit a, kimutatnak a könyvek, hanem ez 8 millió ér. Az a probléma, hogy ezt megadják-e? Mert lehet oda tenni húszszszoros szorzót is, csak senki nem fizett érte annyit. Ezért mondtam az előbb azt, hogy, ez hogy amit volt. kifizettek, az az egyetlen megbízható, tényszerű ö, vagyoni elem, amit valaki valamennyire eladott, és azt kifizették. És hogy ebből mennyi hasznot képes termelni, az a sikertől. Hát az, hogy most ö, ő mennyi, ö, tehát a. Ez az, egyik rész. Hogy mennyi a, ami az ő éves eredménye, mennyi osztalékot, mennyi nyereséget vesz ki a cégből, milyen más befektetései vannak mondjuk a tőzsdén, hány értékpapír tulajdonosa, és az mennyit ér. Tehát ezeket szépen össze kell rakni, ezeket a mozaik kockákat, és akkor jön belőle ki egy kép, ami, és ezt hangsúlyozom, ismét csak beszél is. Pontosan meggyőződésem, hogy a tulajdonos sem tudja, hogy mennyit ér az ő vagyona. Volt egy nagyon aranyos, nagyon kedves milliárdos ö, ismerősöm, aki egyszer ö, egy ilyen az éves megbeszélésünkre úgy érkezett, hogy egy kis sajtszetlit hozott magával. És, pont, és elkezdtünk beszélgetni, kinyitotta a sajtszetlit, és azt mondta, hogy hát az, hogy ingatlanom úgy beszélem, hogy ennyi, a cég tulajdon úgy becsüljük, hogy ennyi, és azt mondja, hát így körülbelül ennyi, és odaadta nekem. Azóta őrzöm. <laughs> hát azért gondolom, hogy nektek sincsen könnyű dolgotok, hiszen egy ilyen mondatot, hogy kedves milliárdos ismerősöm, ez a az jelző szerkezet azért még mindig nem nagyon megy át <laughs> Nem, nem, nem megy, de, de szóval egy, megint egy, hagy romboljak le egy mitost ők is emberek. <laughs> ők is. <laughs> <Milyen> ők <meglepő. gül> ebédelnek, reggeliznek, vacsoráznak, mennek, az á, mennek vásárolni, ö, stb. És ami, ha a kedves hallgatók is, ők is felfigyelnek arra, bármilyen furcsa, hogy milyen őrült drágaság van. Hogy amikor bemennek a boltba, és megszokták, most mondjuk azt, hogy a sarki, fűszeresnél megveszik a egy-két-három napra szóló élelmiszert, és eddig fizettek érte mondjuk tízezer forintot, és most 30 -at. És ők is azt mondják, na ne, Igen. hát egy vaj ne legyen már 1500 forint. Igen. Szóval... Egyébként a ez egy fontos mítos rombolás. Én azt gondolom, hogy ez az egyik része annak, amiért ezt érdemes boncolgatni, hogy ezek a mítoszok azért lerombolódjanak. Egészségesebb Persze. lenne talán úgy a társadalom. Hát igen, igen, de, de azért van köztük nagyon sok olyan milliárdos, akik két lábbal a földön járnak. És itt most nem arra gondolok, hogy, 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 hogy megnézi, hogy, vagy leértékelt karfiolt vesz. Tehát nem erről gondolok, hanem, hanem hogy tudják, mi a szerepük a társadalomban, tudják, hogy mi a vagyon szerepe. És már előre eltervezik azt, hogy a vagyonukkal, a vélhetően növekvő vagyonukkal mi legyen. Tehát ismerek olyan 40 körüli üzletembert, aki már most tudja, hogy a vagyonának a jelentős részét közhasznú célra fogja majd fordítani. Mert nagyon, sokkal, nagyon sokukkal az a helyzet, amit az ember általában föltesz kérdést, hogy Ugyan már miért 40 milliárd Igen. után miért kell neki még két millió? És nagyon egyszerű, nekem is furcsa volt, hogy egész egyszerűen azért, mert nekik az a, a, a hitvallásuk, az a, az az céljuk, hogy, hogy, hogy gyarapítsák a vagyon. Tehát, mint ahogy én újságcikket írok, neki az, hogy a holnapi nap is kössön egy üzletet, holnap eladjon egy másikat, stb. stb. Tehát őket, vagy sokukat nem természetesen nem beszélnek. Tehát ők nem ülnek rajta, hanem dolgoznak vele. Tehát a napi életvitelük része a vagyon vagyongyarapítás. Uh -huh. Ennélkül ö, nagy bajban lennének, mert nem tudnának mit csinálni: horgászni, újságot olvasni. Ö, Szóval Tehát ez... az alkotás egy formájának kell ezt felfogni. Így van. Ezt kerestem. Köszönöm szépen. Tényleg erről van szó. Az alkotás egy formája számukra a pénzkereset. Amit nagyon nehezen értük meg én is, de. De, de el kell fogadni. Így van. Igen. Hát valakinek ö, valóban kell ezeket, mondjuk egy régi márkát újjáéleszteni, ezeket nem lehet a, a, ebből az alkalmazotti fizetésből, hanem hát abban a másba kell gondolkodni. Talán ez a nehéz, nem? Hogy különböző síkokon kell gondolkodni, amikor a gazdagságot tekintjük alkotásnak. Hiszen, ha valaki gyárat akar, akkor ahhoz a befektetés kell, tőke kell, nagyon sok minden kell, ami nem kell annak, aki mondjuk alkalmazva van Persze. A gyárban. Hát így van, így van. De a másik dolog, ami szintén elfelejtünk sokszor, hogy azért, ha valaki alkalmazottként dolgozik, akkor a kockázata nincs, Igen. vagy minimális. Aki viszont naponta, Mozgat százmilliókat, milliárdokat, tíz, akár, de akár tízmilliót is. Ott bizony kockázat van. És hát emberi sorsok is. Mert ugye hát és... az ember nem szereti igen, a munkát, mert... hogy mondjak a munkavállalóit cserbe hagyni. Hát hogy ne? Hát éppen ugye most a, a, az elmúlt év végén, amikor a krízis, a válság már e, jelentkezett, akkor voltak olyan visszajelzések nekem, hogy most ráfizetéssel működünk, Kénytelen vagyok meghúzni a nadrág de nem akarom, hogy az embereim elmenjenek. Megtartom őket, fizetem őket, inkább ráfizetés árán, mert tudom, hogy ők a legnagyobb érték a cégemben. Ezt, ezt talán ezt tényleg kétszer kell aláhúzni, hogy valóban akkor is nekik is a legnagyobb értékek az emberek a cégükben. Hát ők ö, működnek együtt abban, hogy ez hát, létrejöjjön. Persze, hát ö, ő, ahogy mondjuk úgy, átvitt érte be, ő a hajós kapitány, de a gépházba, a, a matrózók, a stb. csinálják a munkát, ha hiába áll valaki ott a kormány mellett, ha nem dohog lent a, a, a kazán, és nem termeli az energiát. Tehát vannak egyébként ilyen krízis helyzetekben, és mivel már ilyen volt a mi történetünkben is több, Ilyen krízis helyzetekben mutatkozik meg az, hogy ki milyen vezető, ki milyen ember. Mert aki azt mondja, hogy hú, itt most beütött a krach, akkor szevasztok, kaptok végkielégítést, menjetek az Isten hírével, annak roppan nehéz dolga van, amikor újra akarja építeni. Mert azok az emberek, akik lojálisak voltak hozzá, azok nem fognak visszamenni, mert tudják nagyon jól, hogy jel, mire számíthatnak őket. baj esetén. Igen. És gondolom akkor ilyen cégekkel találkoztatok is a változó ö, listán. Persze, hát ö, sok. Ö, mondjuk nagyon nehéz kimutatni azt, hogy ha egy cég megfekszik, mert ilyen sok volt. Annak... Most az elmúlt évekre gondolsz? Az vagy... elmúlt 21 hány huszon. évre. Tehát nem csak az elmúlt két évre. Nem, 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 ez, ez volt ugye a 2008-as és 9 es válság, amikor amikor az volt az első, ö, mindeddig és egyetlen olyan év, amikor a száz a leggazdagabb összesített vagyona csökkent, mégpedig jelentősen. Akkor, akkor is láthattuk azt, hogy megzuhan egy cég, Ö, probléma van a kénytelen, a tulajdonos, a vagyonos ember kénytelen beáldozni a céget, de nem csak a céget, hanem a saját személyes vagyonát is. Vagy annak egy részét is kénytelen beáldozni, mert nem tudja másképp túlélni a, a szituációt. Hogy itt mi a meghatározó? Tehát, hogy a piaci környezet, a személyes tulajdonságok, netán a munkatársak hűsége, tudása, szakismerete, a versenytársak ármánykodása, áskálódása. Szóval ez megint egy sok ismeretlenes egyenlet, amiben nagyon nehéz kideríteni, hogy mi a domináns, mi az, ami átbillenti a mérleget, és a, a működő működőképességből a csőd felé viszi a céget. Hát ezt nehéz megállapítani. És hát egyébként meg a, a, leggazdagabbak listája is változó, hiszen most már mellettetek vannak mások is, például a Forbes is, aki meg elkészíti ezt a listát, és akkor nem feltétlenül ugyanazok azt a sorrendet, vagy ugyanazokat a személyeket találjuk rajta. Ez szerinted minek? Te teljesen más vizsgálati szempontoknak köszönhető? Így van. Így van. Ö Korábban volt két versenytársunk, tehát nem csak az nem csak által az említett uh -huh. havilap. Más módszerrel dolgoznak, akkor nyilvánvalóan más eredményre jutnak. Ö, nem annyira megfogható akkor ez az egész vagyon kérdés. De megfogható, <laughs> megfogható, abszolút megfogható a tiszták a, az értékelési uh -huh. szempontok. Én is, pontosabban a mi szerkesztői csapatunk is úgy dolgozik, hogy a, a cégért, tehát csak a cégértékelésre vonatkozik, ami, ahogy az előbb említettem, uh -huh. csak egy része a, a nagy egésznek. Tehát a cégértékesben mi is szakembereket uh, alkalmazunk, azokat kérjük föl. Sőt, uh, profi cégekről van uh -huh. szó, tehát uh, tehát nem um, egy könyvelő ül a, a dohos irodájába, és, <gül> és, <gül> és egy két kávé után azt mondja, hogy ez 12. <laughs> Tehát e, e, idén lesz az, mert én azt szeretném, e, hogy minden évben legyen ez pontosabb, minden évben legyen megbízhatóbb. Te is szeretsz a... egyre jobban dolgozni. És, és igen, hát azt gondolom, hogy <laughs> ez, az ez... az alkotás másik fajta. <laughs> Így van. Hogy, hogy, Tehát most két cégértékelő vállalkozással fogok dolgozni idén, sőt, már ezt el is kezdtük, hogy ha probléma van, akkor kérek egy ellenértékelést is. Mert ki szeretném küszöbölni amennyire lehet a szubjektív ö, megítélés ö, ö, problematikáját. Uh -huh. Hogy azt mondja valaki, hogy miért most mondok egy ö, teljesen kitalált történetet, hogy a rögös túrót előállító cég ennyit ér. És akkor. Nézhetem azt, hogy ez, hm, ez kicsit túl sok, vagy ez egy kicsit túl alacsony. Nézzünk egy kontrollt, nézzünk egy másik céget, aki ugyanezt a céget, ugyanezt a vagyonelemet ö, tudja értékelni, és ad rá egy másik értéket, uh -huh. vagy ugyanazt. Ha ugyanazt, akkor meg, akkor rendben van, akkor én láttam rosszul az ügyet, ez tényleg ennyit ér, ha pedig nem és ö, valami különbség van, akkor tovább kell vizsgálni a dolgot. Ez mafera, és ilyenkor jön be a személyes történet. Mert ha van nekem két ilyen adatom, és leülök a tulajdonosra, és azt mondom, hogy kedves Jenő, ö, nem tudom eldönteni őszintén. Ez a profi azt mondja, az a másik profi pedig ezt mondja. Segíts már nekem. És akkor Jenő elnézést, Jenő nevű, most nincs a listám. Tehát Jenő akkor meg tudja világosítani az elmémet. Azt mondja, figyelj, hát ez a szám mögött ez is ez van, a másik szám mögött ez is ez van. Uh -huh. Érdemes megnézni ezt, ezt és ezt. De ezt csak ő tudja. Nem, Igen, így értettem a megfoghatatlanul, hogy nem puszta matematika. Nem, nem, persze, persze. És ez nagyon klassz, mert Érdekes módon a százasok készülnek ezekre a beszélgetésekre. Már ezen a héten is két olyan beszélgetésem volt, és a jövő héten már begyorsulnak az események, amikor, és várják, hogy, hogy fölhívjam őket, és várják, hogy leüljünk, és beszélgessünk erről. Ez azért van, mert ők is a saját sikersztoriukat szeretnék értelmezni, vagy mi a motivációjuk szerinted? Ez az egyik. A másik pedig szeretnék látni azt, hogy egy külső szemlélő hogy látja őket, uh -huh. az ő cégüket. Mert ez a, ez a, hogy úgy szokták mondani, hogy az a fától nem látja az erdőt. Uh -huh. Mert ő minden nap benne van, minden nap ebben dolgozik. Tehát, Tehát neki ez te, egy visszajelzés? Hát ez neki visszajelzés, hogy itt jön egy, egy olyan pasi, vagy egy olyan szerkesztőség, aki hozzá nem kötődik. Aki ö, semmilyen módon nem elfogult vele és a vagyonával szembe, mit tud ö, mondani ez? Igen, gyarapodott, azt hol helyezkedik el, jól virított jól vagy nem jól virított idén? Valami ilyesmire gondolnak? Így van, így van. Másrészt meg ugye arra, amire szintén az előbb ö, céloztam, hogy vannak olyan dolgok, amik objektívek, a számok, mm -hmm. de a számok mögött mi van, azt nem biztos, hogy mindenki látja. Egy biztos, hogy aki a cég tulajdonosa, az látja. látja. Nem biztos, hogy jól, de hogy látja, és azt tudja mondani, hogy jaj, figyelj, hát azért voltunk veszteségesek most, mert. És akkor elmondja, hogy mi az oka ennek. És akkor az ember tudja e, helyén kezelni a számot is, meg a trendet is. Idén veszteségesek voltunk, mert építettünk két új járat. Ha azt nézed, ha vesztesség, hú, akkor hát, kevesebb igen. a vagy. De, De a másik oldal, te épített két befektette. Túl gyárat? hát igen. befektette a pénzt. És Tehát alak... nem pénzbe van meg, hanem gyárba van meg. Én pontosan. Pontosan. És ez megint lerombol egy illúziót, hogy a vagyonos emberek otthon ülnek a pénzes zsákokon és szivaroznak. Nem igaz. Na nem lehetett könnyű dolgotok a szocializmus után ezt az egészet mítosz rombolásba elindítani. Hát akkor az első kiadás, az 2002-es volt, azért már eltelt 90-től 12 év. De a gyanakvás szerintem még nem ült Ó, el, hogy honnan szerezték meg. Hát azért a szocializmusban nem is lett volna illendő vagyonokat fölhalmozni, hogyha a narratívát vesszük, a, a párt narratívát. Hát de mi volt akkor a vagyon? a vagyon volt a Balatonparti lángosos, aki megvette akkor a legújabb, a, akkor kijövő Mercedes autót. És állítólag mindenki autót vett, hogy látszódjon. Igen, akkor, látszódjon. akkor igen. Igen, éppen múltkor beszélgettem egy, az érdekes most, hogy tényleg ez múltkor beszélgettem egy milliárdos úrral, és és akkor beszélgettünk, és akkor kiderül, ki kísért az autóhoz, ő is, mert udvarias emberek azért. És akkor ott állt egy, mit tudom, egy tíz éves Volkswagen. És mondom, hát Eve jársz? Azt mondja, persze, hogy evvel járok, így nem tűnök ki. Nagyon jó. De mondom, amikor kisiparos voltál a 80-as évekkel, akkor biztos nem ilyen. Ne, hát akkor a legújabbal. Szóval, hogy mennyire változnak... Persze, hogy a garázsban mi áll, azt ugye Igen. Eh, nagyon kevesen tudják, lehet, hogy. Rolls-Royce. Eh, vagy a, a rossz Jaguar. vagy, vagy mi a divat? Bármi, hát, nem tudom, általában valaki, általában ilyen nincs, hogy általában, van, aki szereti a szép régi autókat, az oldtimereket, mereket az gyűjti. És vannak ugye ezek a feltörekvő új törökök, mondható is, akik. Talán az ellenpéldáját képezik a sikertörténeteknek, mert úgy nagyon könnyű gazdagodni, hogy az ember az állam emlőit emlői nevelkedik, és korlátlanul kapja a pénzt, a megbízást és a hiteleket is. Ezzel... De lehet, hogy nem maradandó. De hát nem, mert azért nem marad mert semmi köze nincs hozzá a pasasnak, Igen. vagy hölgynek. Tehát mindez, amit te eddig elmondtál, hogy belefekteti a munkát, sőt, a gyerekek talán azért nem szeretik, mert túl sokat dolgozott, és akkor a vagyon se kell inkább, csak, ne, csak legyen valami kapcsolat. Tehát, hogy ezek ezek erre nem érvényesek nyilvánvalóan, és hát, ott viszont látszik. Ez a legérdekesebb és a legszomorúbb része az elmúlt évek, Ö, hogy mondjam, históriájának. Ö, ö, fe, elkezdett kialakulni és nőni egy olyan réteg, ami, ami, amire ez jellemző, amit az előbb elmondtam. Tehát, hogy Nincs bef, befektetés, munka, ö, elképzelés, terv, ö, szorgalom, ez mind hiányzik. Hiszen ők úgy kapják a megbízásokat úgy jutnak nagyon komoly milliárdokhoz, hogy nincs verseny. Megkapják a megbízást, kiadják valakinek, és az megcsinálja, neki csak az a dolguk, hogy üljenek az irodába és kavargassák a kávét. De ők nem kerülnek föl erre a listára, vagy ha igen, akkor gyorsan lekerülnek róla? Ö, volt olyan, igen, volt olyan, aki bekerült, aztán egyik pillanatról elvesztette, egyik pillanatról a másikra elvesztette a hatalom ö, kegyét, fogalmazok így, és kikerült, volt ilyen. Még azt szerettem volna kérdezni, hogy ugye van a régióban is, ugye mi nem vagyunk függetlenek a többi volt szocialista országtól, hogy mégis itt, amikor egyrészt nem tudom, milyen az irítség szintje feltétlenül a környező ex-szocialista országokban, de mi lehet, hogy egy kicsit túlértékeljük a saját milliárdosainkat, és közben a régióban sem számítanak a leggazdagabbnak. Tehát, hogy Ez így van. azért ezt is érdemes talán nézni, nem, gondolom erre is van rálátásod. Persze, persze, ez valóban így van a közelmúltban jelent meg egy összehasonlítás, és ö, ö, ami azt mutatta ki, hogy a, a magyar lista élén álló ember az nem fér be a tíz leggazdagabb régióbeli ö, ö, milliárdos közé. Ez, ez, ez nagyon érdekes, és hát most nem is tudom, hogy mivel lehet magyarázni pontosan. Hát, ö, Részben magyarázható, mert mondjuk egy lengyel milliárdos, egy román vagy egy osztrák milliárdos különböző okok miatt más piacon dolgozik. Tehát egy 40 milliós piacon dolgozó milliárdos vagy egy több mint 20 millióson Romániába nyilvánvalóan nagyobb vagyon tud felhalmozni. Értem. Ez, a, ez, ez mondjuk a Magyarország helyzetéből, nagyságából, geopolitikai helyzetéből stb. Uh -huh. adódik. Tehát ez, ez abszolút érthető. Az viszont nem, hogy mondjuk Csehország, ami úgy Magyarországgal összemérhető, lakosságú, és hát sajnos a gdp jük magasabb, hogy ott miért alakult ki az első 6-8 Cseh és szlovák is, szlovák is milliárdos, miért sokkal gazdagabb, mint a magyar első El, igen. Nem tudom. Nem, ügyesebb volt, okosabb volt, másfelé ment, nem tudom. Őszintén. Ez azért talán egy kicsit csillapítja a kedélyeket. Azt meg, hogyha ezt összehasonlítanánk mondjuk akár egy, egy dubai milliárdossal. Általán vagy... Nem, <laughs> nem is érdemes. Nem. Tehát, hogy csak azért, hogy legyen egy képünk, ha már gazdagságról beszélünk, akkor legyen egy, egy összképünk arról, hogy ez nagyon sok helyen nagyon mást tud jelenteni. Persze, hát egy, egy közepes méretű német városban a, a, az első tíz tehetős ember is gazdagabb, mint a magyar első tíz. Tehát ez mondjuk némi szerénységre inti a magyar gazdagokat is, és a magyar olvasóknak pedig egy felkiáltó jel, hogy kezeljétek a helyén a dolgot. Igen. Ez nagyon érdekes végszónak is. És az összes többi kérdést, amit fölmerült, abban még nagyon szívesen tovább, további kérdéseket tennék föl egy másik alkalommal, ugye társadalom. társadalom szempontjából is. De nagyon köszönöm, hogy egy nagyon komoly rálátást sikerült így szerintem biztosítani a hallgatóknak, hogy belemáztunk ebbe a témába. És hát gratulálok ehhez a kiadványhoz is, ami ugye most már 23 éves, lassan negyed százados. Köszönöm szépen a beszélgetést. Szakonyi Péternek. Én köszönöm.